Hello, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, doktor úr! Noé Viktor vagyok. Jó napot, tessék parancsolni! Jó napot! Hát megkaptam az eredményeket, a vizsgálati eredményeket. Elég sok csillagot látok itt, ez gondolom nem azt jelenti, mint alsóba, hogy túl teljesítettem a feladatot. Nem, Noé, jó, én ezt nem viccelni nem a helyében. A hosszú távon ilyenek maradnak az értékei, a panelikusok is problémák lehetnek. Ezt hogy érti? Nézze, például a cukor elég magas. Igen, azt szokták mondani, hogy elég édes vagyok. Akkor is ilyen jó kedve lesz, a merevedési zavarok lépnek fel a miatt? Vagy ha 20 év múlva elveszítik a klávát? Csak Carlos kapitányokat kivel játszani a jövőben? Nem. Ja. Akkor ne humorizáljon, kérem is figyelj. A májázi eredményei aggasztóak. A gamma gintén mértékében valószínűsíthető, hogy önnek zsírmája van. Ez nem hangzik jól. De nem is az. Ez hosszú távon fibrózishoz vezet, ami azt jelenti, hogy a mája elhegesedik és nem tudja ellátni a feladatát. Hogy én? Se ön, se a mája. De akkor mondom, tovább a megengedi. A vérnyomása 168/110. Ha ezzel nem kezd valamit, előbb-utóbb szívrohamot vagy sztrókot kap. A húgysav szintje is elég figyeletre méltó már. Kiváló vesekárosodása lehet szert tenni vele. Ön orvosi értelemben már ne vegye magára, kórosan elva a ízmanom én. Ezen mindenképpen változtassunk, mert ezek az értékek nagyon nem jók. Jó, nézzed, doktor úr, azért nem arról van szó, hogy a májas hurka mellé disznósajtot eszek köretnek, aztán leöblögetem egy üveg rummal, szóval nem hajnali kettőkor szalonnázgatok a tévé előtt. Persze, van rajtam egy kis hús, de hát találkoztunk mi is a rendelőbe, azért nem vagyok az a kifejezett dzsabba. Ne arra, hogy a nevem nem kell nézni. Nekem nem kell magyarázkodnia. Én nem vagyok sem a főnöke, sem az édesanyja. A lényeg az, hogy magának ne hazudjon. Ezek az értékek nagyon rosszak. Változtasson rajuk, kérjük. Nagyon sajnálom, de várjuk a betegen bennünkkel. Minden jót kívánok. Kösz. Viszlát.